Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelenteket és a képernyő előtt ülő dömösieket a mai rendes képviselőtestület ülésünkön. Mielőtt a napirendről szavaznánk, jegyzőkönyvhitelesítők személyét választunk. Kérek önként jelentkezőket. Jobban nézek, balra nézek, Éva és Ilike. Aki egyetért az ő személyükkel, az képfelemeléssel jelezze. Őt igen, kettő tartózkodás, köszönöm szépen. A kiküldött napirendi ponthoz képest képmódosító javaslatom lenne részén. Az egyik az, hogy közben a Szociális Bizottság ülést tartott és megállapította, hogy egy bizonyos szociális támogatási soron kevés a rendelkezésre álló pénzt, ezért egy másik sorról át kell csoportosítani. Ezt majd a bizottság elnöke Ilike ismerteti. Ezt javaslom a harmadik napirendi pontként. Tekintett, és akkor a módosítás érinti ezt is, a harmadik napirendi pontban az első félöves beszámoló volt. Ezt kérem, hogy tegyük át az utolsó előtti napirendi pontra, ugyanis a Szilvia az előterjesztőnk, illetve a készítője az Esztergomból most indult. Most derült ki Esztergomban, hogy ott határozatképtelenség miatt nem lesz ülés, ezért el tud jönni. Úgyhogy mire odaérünk a napirendekkel, addig ideér. Illetve a harmadik módosítás, ami napirendet csak annyiban érint, hogy a jelenlegi hatodik napirendi pont az a zárt ülés, azt elfelejtettük oda tenni, hiszen személyi kérdést érint. Képviselőtársaim, napirenddel kapcsolatban van-e? Szilágyi Gábor? Én azt szeretném, hogy amit kaptunk Márton Andrástól, kérelmet a madár mentő és repatriáló állomáshoz az elvi nyilatkozatot, ezt vegyük napirendre. Jó. Más? Norbert? Robi? Hogy a testületnek is jeleztem előre, hogy ez az első félves pénzügyi beszámolóról ugye egyelőre nem kaptunk semmilyen anyagot, ezért én elsőre azt mondanám, hogy vegyük le, de hogyha tényleg a Szilvike idején nagyon szívesen meghallgatom, csak hogy dönteni nehéz lesz, hogyha nem volt előttünk anyag, illetve a hatodik napi rendi pontot is első körben arra ajánlom, hogy vegyük le, mert ahhoz sem kaptunk egyelőre semmilyen anyagot, de hogy tényleg ott is kiderüljön, mennyire tudjuk, ha bár zárt ülés lesz, hogy mi lesz volna, ezért tartalom fönn, csak hogy ez így. Volt a vezetők, megkapták a beszámolót. Nem, a pénzügyi beszámolót, meg a polgármesterrel kapcsolatos bünteti határozatok megtárgyalása. Arról kaptunk anyagot a nyáron. Azt már nyáron. Igen, nem volt, és nem vettük le, és levették, tehát az az anyag majd se ér. Értem, ezt én kérdeztem, és akkor mondta a Lajos polgármesterünk, hogy nem lehet kiküldve minden anyag hozzá, ezért nem lehet megvetni. Jó. Olyan nincs, hogy elsődlegesen azt javaslom, hogy vegyük le, utána meg, hogy tárgyaljuk meg. Mit javasolsz? Levegyük, ha leveszünk, nem tudjuk megtárgyalni. Nem, igen, tárgyaljuk meg. Pontosan. Jó. Illetve hogy egyebek napirendi pontot, ha lehet. Egy-két dolgot szeretnék csak mondani. Természetesen. Akkor menjünk sorba. Külön fogom feltenni a módosító javaslatokat, illetve az enyémet. Na mindegy, külön. Aki egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság előterjesztését a harmadik napirendi pontként tárgyaljuk, az kész felemeléssel jelezze. 7 igen. Köszönöm. Aki egyetért azzal, hogy a jelenlegi, tehát a pénzügyi beszámoló az átkerüljön az utolsó előtti napirendi pontra, az kész felemeléssel jelezze. Azt mondja, hogy 7 igen. És a polgármesterrel kapcsolatos előterjesztés zárt ülés, de hát erről nem kell szavazni, mert személyi kérdés. Jó. Gábor, aki egyetért azzal, hogy a Márton András előterjesztését vegyük napirendre, az kész felemeléssel jelezze. 7 igen. Akkor Robi. Robi előterjesztése, aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi beszámolót vegyük le a napirendre. Nem szeretném levetni. Nem? Nem. Másikat sem? Nem. Akkor nincs módosító javaslat. Jó. Akkor összegzem. Elsősorban az egyebek napirendi pont pedig kerüljön az átülés elő. Ezzel gondolom mindenki egyetért, aki ezzel egyetért, kész felemeléssel jelezze. 7 igen. Akkor első napirendi pont.
óvoda beszámoló, második Gutza Ungarica, harmadik a szociális bizottság előterjesztése, negyedik települési értéktár, ötödik fogorvosi feladatellátás, akkor hatodik a fél éves beszámoló, hetedik a Márton András féle beadvány, nyolcadik az egyebek, és akkor kilencedik pedig a zárt ülés a polgármester bünteti határozatai. Aki a napi rendet ilyen formában elfogadja, készfelemeléssel jelezze. Hét igen, köszönöm szépen. Az első napi rendi pontunk a Szivárvány óvoda 2012-13. Évi beszámolója. Jelen van Sebők Istánné, az óvoda volt vezetője. Kérdezem, hogy az előterjesztéshez képes kíván-e hozzáfűzni valamit? Nincs egy ilyen előterjesztés. Én leadtam papírformátumot a június 1-én. Arra gondolok, ami az ön... Kivételivel nem tudtam az e-mail címűt, július 15-én mindenkinek elküldtem. Úgyhogy gondolom, hogy át lehetett olvasni. Személyes meghívó levelet is írtam és mellékeltem ehhez, amiben kértem a személyes találkozásra a lehetőséget. Sajnos ez a képviselőtestület több percet nem adott nekem 6,5 év óra vezetői tevékenység után, hogy így szemtől szembe megmondják, hogy igen, vagy nem, szeretnénk, vagy nem szeretnénk. Sajnos ez embertelen és méltánytalan hozzáállásnak tartom. Ettől függetlenül, ami elégének is visel, nem kell mindig jót mondani, de talán kellett volna kommunikálni és beszélgetni. Azt hiszem, hogy ez a megoldási útja minden dolognak. Én mindig ehhez igyekeztem, nekünk voltak konfliktusai, problémáink. Ragaszkodjunk a beszámolóhoz, jó? A beszámoló itt van, ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok, és megköszönöm a hivatalvezető úrnak a merekeli kedves meghívását. Szívesen vettem volna, hogyha már 5 nappal ezelőtt be van dobva a postalátámba, hiszen nem biztos, hogy az ember eredményekről estéri fel tud erre készülni. Lélektem volt más programban, hogy köszönöm szépen a kedves meghívását. Köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdése beszámolóval kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor aki egyetért a beszámolóval, kész felemeléssel jelezze. Hét igen, köszönöm szépen. Második napirendi pontunk, Gutza Ungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázaton való részvétel. Ugye hagyományosan részt veszünk ezen a pályázaton, és segítjük a felsőoktatásban tanuló dömösi gyerekeket, illetve felnőtt gyerekeket. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel. Robi? Az lenne a kérdésem, hogy a támogatásról majd később fogunk dönteni, mert ugye itt megvan az, hogy mi majd fizetünk valamit, az előző években mennyi volt, erről sajnos nekem nincs pontos információm, mert ugye maximum a felsőoktatási intézmény 5000 forinttal tudja ezt kiegészíteni, és hogy még mennyit fogunk adni, és hány diák. Hagyományosan 5000 forintot adtunk minden évben. És a következő évre kell meg a költségvetés, és hány főnek szoktuk adni? Azt a jelentkező létszáma dönti el. És utána egy, tehát nem mindenki kap, hanem mindenki. Nyilván a szociális rászorúság alapján. Jó, köszönöm. Más? Ha nem, akkor szavazásra bocsátom az előterjesztést. Aki egyetért azzal, hogy ezen a ösztöndíj pályázaton részt vegyen az önkormányzat, az kész felemeléssel jelezze. Hét igen, köszönöm szépen. Harmadik napirendi pontunk akkor a szociális segélyekkel kapcsolatos előterjesztés. Megkérem a bizottság elnökét, Ilikét, hogy nem. Tisztelt képviselőtestület, a pénzügyi és szociális és vagyonnyilatkozat tételi bizottság az alábbi javaslatot teszi a képviselőtestületnek. A bizottság 2013. szeptember 26. ülésén megtárgyalta az időszaki választás lezajlása után benyújtott egyedi átmeneti segélykérelmeket és a rendelkezésre álló előirányzat keretet.
megállapította, hogy az átmeneti segélyként rendelkezésre álló keret nem elegendő a benyújtott kérelmek fedezetére, ezért javasolja, hogy a temetési segélysorról csoportosítson át 150 ezer forintot, azaz 150 ezer forintot. Kérem ezt, hogy fogadjátok el. Köszönöm szépen, észrevétel ezzel kapcsolatban. Nyilván egy kényszerhelyzet, tehát a lukat be kell tömni. Akkor szavazásra bocsátom, hogy ki egyet ért ezzel a határozati javaslattal, hogy ezt a 150 ezer forintot átcsoportosítjuk erre a sorra, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, 7 igen. Negyedik napirendi pontunk a települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az értéktár létrehozása kistelepülés számára nem kötelező feladat. Ugyanakkor azt is tartalmazza a belügyminisztérium rendelet, hogy milyen módszertani intézmények bevonásával és milyen struktúrába kellene ezt működtetni, ezt a háromtagú bizottságot. És azt is tartalmazza, hogy forrás nem adnak hozzá. Tehát egy olyan feladatot vállalhat fel a képviselőtestet, aminek nincs meg a forrás fedezete. Tekintettel arra, hogy ebbe bármikor beléphet az önkormányzat a későbbiek során, én magam részéről azt javaslom, hogy ebbe pillanatilag most ne lépjünk be, ne hozzuk létre az értéktár bizottságot, és a jövő évi, vagyis mondjam, meglátjuk, hogy a környező falvakban ez hogy működik, egyáltalán mi az értelme, vagy csak egy újabb gittegylettel szaporodott Magyarország, vagyis mondjam, közélete. Ha van értelme és lesz forrásunk hozzá, akkor nyilvánvaló az a logikus, hogy létrehozzuk, de pillanatilag azt javaslom, hogy ezt ne. Ellenben nekünk erről 30-áig dönteni kell, tehát azért került most napirendre. Kérem az észrevételeket és a Robi. Néha beszélgetek, hát többször beszélgetek olyan dömösével, aki nagyon szívén viseli a dömösi régi értékek felkutatását, ugye én is itt ülköztünk, aki nagyon-nagyon ebbe szerepel, de még másik néhány ember fel tudnék sorolni. Én is annak látom értelmét, hogy tényleg először nézzük meg, hogy milyen a rendszerük, úgyis végzik a dolgot, ahogy kell, és hogyha ők mondják, hogy na igen, itt egy lehetőség, hárman üljünk le, legyen egy bizottság, akkor én is maximálisan támogatni fogom, csak hogy előtte valamit elhatároznom, majd utána később embereket halászni, talán nehezebb, de én is azt mondom, hogy később, ha van rá igény, akkor hajrá, és legyen egy ilyen. Másrészt, amit te... Én azt gondolom, hogy talán lépéseket a településfejlesztési bizottsági tagok tehetnek ezügyben, tehát kutatásokat lehet végezni. Találkozunk több alkalommal, ez a kérdés is a felmerül, akkor én úgy gondolom, hogy ebben tudunk segítséget nyújtani, és a később van akár közönünk is sikerülhet. Köszönöm. Így van. Köszönöm szépen, hogyha más észrevétel nincs ezzel kapcsolatban, akkor a határozati javaslat mindkét formában ott van, azzal nyilvánvaló akkor a hozzászólások alapján azt teszem fel először, hogy ezt a bizottságot most ne hozza létre az önkormányzat. A képviselőtestete, tehát az első határozati javaslat, aki ezzel egyetért készfelemeléssel jelezze. 2-4-6-7, igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a fogorvosi feladatbeellátási szerződés megtárgyalása. Ezt a ellátási szerződést tavaly decemberben meg kellett volna kötni az önkormányzatnak és a fogorvosnak. Ez a szerződés nem köttetett meg mindez idáig. Ezt a, hogy is mondjam, mulasztásos szerződéskötést pótolja most a képviselőtestület. A fogorvos asszony, ugye ez alapjától függ, hogy az OEP finanszírozást megkapja a fogorvos, vagy nem, hogy feladatellátási szerződése nincs. Nyilvánvaló a fogorvos asszony, vagyis mondjam, szakmai hitele és kapcsolatai, ami miatt működött ez idáig a fogorvos Dömösön, hiszen már februárban nem kaphatott volna OEP finanszírozást a szerződés nélkül. Azt, hogy ezt miért nem kötötte meg az akkor hivatalban lévő képviselőtestület, ezt én azt gondolom, hogy már ezzel ne foglalkozzunk, hanem pótoljuk a hiányt és hozzuk meg a döntést.
a képviselőtestület tagjait, hogy van-e észrevétel ezzel kapcsolatban. Robi? Bocsánat, egy kérdésem lenne, hogy itt a szerződésben szerepel, hogy önkormányzat, ez a, nem tudom, amit a Edit mondott, hogy tegyünk bele mindenkit, tehát azért, hogy vannak az orvosi működéshez szükséges alapvető dolgok, amiket elvileg az önkormányzatnak kellene biztosítani. 12. pont. Igen, igen, sőt, hogyha a tevékenység folyamán ez romlik, vagy valamilyen állapotban van, hogy az önkormányzatnak kellene pótolni, finanszírozni. Edit leírta meg, hát ezt tényleg tudjuk, hogy mi vettünk neki különböző alkatrészeket, hogy ő 1200 000 forintot költött, csak hogy ezeknek a körére lennék én még picit jobban kíváncsi, hogy esetleg mire számíthatunk, gondolom én, hogy Edit nem fog több 100 000 forintos számlákat behozni nekünk, csak hogy ebben mi azt vállaljuk, hogyha valamilyen kokó, akármilyen dolog neki szükséges, akkor mi vállaljuk, hogy kicseréljük, ami a működéshez van. Ez az eddigi rendszerben úgy működött, hogy a nyilvánvaló különben az infrastruktúra, tehát az épület, ami az önkormányzat tulajdona, hát annak a fűtés, meg azok a gépi berendezések, az nyilvánvalóan az önkormányzat tulajdona, tehát azoknak a amortizációjával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik. Az orvosi munkához való feladatellátás, műszerek beszerzését ugyan részben finanszírozza az OF támogatás. Ez, hogy is mondjam, az eddigi évek gyakorlata szerint nem mindig elegendő, ezért is hozott, szokott, illetve minden évben hozott a képviselőtestület olyan határozatot, hogy egy keretösszeget biztosít a fogorvosasszony számára. Ez a korábbi években 250 000 forint volt, az elmúlt évben ugye ezt lecsökkentették, de ezzel most megint nem foglalkozunk. Tehát a fogorvosasszony azért mindig jelzi előre, hogy mi a szükséglete, és arra kér egy keretösszeget. Tehát ez nem automatikus, nem a keretszerződés következménye, hanem nyilvánvalóan az év végén erről beszélünk a fogorvosasszonynal, és a következő évi költségvetésben azt be tudjuk terjeszteni. Nagyságrendben 250 000 forint volt az elmúlt évek gyakorlatának. Akkor, ha nincs más, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja az előterjesztést, hogy ezzel a tartalommal megkössük a feladatellátási szerződést a fogorvosasszonynal, az kézfelemeléssel jelezze. 7 igen, köszönöm szépen. 6. napirendi pontunk lett volna, de nem. Lett volna az évi, de nem érkezett még meg, úgyhogy akkor ugrunk. Akkor jó, akkor az András következik. Jó? Gábor, tiéd a szó. Tehát ugye Márton Andrástól kaptunk egy-két kérelmet arra vonatkozóan, hogy egy ilyen támogatást kér a madármentés repatrió állomás létrehozásához, illetve majd a létrehozandó alapítványra, hogy egy szándéknyilatkozatot, hogy hajlandók vagyunk vele szerződést kötni. Én javaslom, hogy amit én küldtem ki. Fölolvassuk. Igen, hát ha megtennétek, mert az a helyzet, hogy én annyira futtába jöttem most le, mert éppen megjöttem ezt a gondolat, hogy nem volt időm kinyomtatni. Akkor itt van. Jó, tehát én ezt a határozati javaslatot ezt javasoltam, hogy önös község önkormányzat képviselő testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulás az a 061-es helyvezi számú szürkeforrás völgyében, a volt úttörő tábor területén madármentő és repatriáló állomás létesítéséhez. A madármentő és repatriáló állomást a Márton András többmösi lakos által létrehozandó alapítvány valósítja meg. Az önkormányzat kész a kérdéses területet az alapítvány számára, a kért 50 éves időtartamra bérbeadni és a területen telephely létesítéséhez hozzájárulni. A területen a madármentő és repatriáló állomáshoz nem kapcsolódó, attól alapvetően eltérő tevékenység nem folytatható. A fentiek részletes feltételeit az önkormányzat ügyvédje által összeállított és ellenjegyzett később kidolgozandó szerződés fogja tartalmazni. Jelen nyilatkozattal az önkormányzat nem vállal egyoldalú elkötelezettséget, a feltételek megváltozása esetén a nyilatkozat visszavonható. Én
ezt. Neked megfelel egy ilyen nyilatkozat? Természetesen jó. Tehát gyakorlatilag igen kell számítani, ez egy külön papír, ami a telephely befogadó nyilatkozat, mert azt csatolni kell az alapítványi beadási papírokhoz. Tehát külön, fizikailag külön papíron kell történni. Ez mind egy határozat lesz, ebből is azt kaphatsz. Határozat alapján. Én csak annyit javasolnák és kérnék Londrástól, hogy nagyon röviden, mert most akkor többen hallják, hogy miről van szó. Ja. És akkor majd az egyebekbe azért szeretnék még ezzel a miről van szó, hogy beszélgetni a tájékoztatásról. Tehát röviden mond, de légy szíves, hogy azért mindenki hallja, hogy mi ez. Ja. Jó? Jó. Ja. Te másfél évvel ezelőtt kezdett körvonalazódni egy madármentő repatriáló állás. A repatriálás szó az azt jelenti, hogy a mentett fiókákat, amiket fölnevelnek kézi munkával, azokat vissza kell szoktatni a természetbe, tehát meg kell őket tanítani a természetben létezni. Erre ideális helyszín a szőkeforrás völgye mellette levő erdőkkel, ahol helyben úgy lehet eleveszteni a megmentett, felnevelt, felgyógyított madarakat, hogy azok itt a erdőben, a környezetünkben maguknak megfelelő életteret tudjanak találni, biztonságban túl tudjanak élni. Ilyen mentőállomás Magyarországon összesen egy létezik most jelenleg Hortobágyon. Több kisebb, hasonló létesítmény létezik, de mindegyik csak részfeladatot lát el. Ez alapítványi formában működne, az önkormányzat részéről, a falu részéről pénzt nem igényel. A területre van csak szükség, ahol ezt fel tudjuk építeni. Ez nagyon népszerű, a falura pozitív fényt vető sajtót tud hozni, tehát a kirándulóknak is tetszik. Nem tudom, mit mondjak még róla, tehát... Mennyire népszerű, mennyien szokták látogatni ezt a magánműtőállamot, ahol működik? Gyakorlatilag akik a szőkeforrás völgyében elvonulnak, elmennek turisták, azoknak jelentős része bizonyos mennyiségű időt el fogod tölteni, illetőleg azoknál a családos. Tehát, hogyha sokszor volt szó arról, hogy a tyúk és a tojás esetet, tehát ameddig nincs produktum, addig nem jön turista, ameddig nincs turista, addig nincs produktum. Ez egy olyan produktum, ami idehozza a turistákat. Egy olyan család, ami gyerekekkel bír, és mondjuk egy budapesti család is eldöntik, el akarja dönteni, hogy hétvégén hol meg kirándulni, annál vízválasztó pont lehet egy ilyen madármentő állomás léte, hogy esetleg neki a király létre induljanak, vagy ne a Visegrádi vár legyen a hétvégi célpont. Természetesen ennek a falura nézve elsődleges hozadéka az az, hogy létezik a maga a madármentő állomás, hogy közvetlenül munkahelyeket teremt. A közvetett hatáshoz, ahhoz, hogy ezeket a turistákat, amiket idehoz, ezek a falunak is termeljenek, ahhoz kelleni fognak majd egyéb, majd meglevő vendéglátók, vagy egyéb beruházásokra, amikről itt szó volt, illetőleg a Dunai-Folyó Nemzeti Park által megvalósítandó látogató központ, amihez ez a madármentő állomás tervezően csatlakozhatjuk. Szó van róla, hogy az Állatorvosi Egyetemnek a végzős hallgatóinak itt tudnának képzéseket, tanfolyamokat tartani a madaraktól. Ez megint olyan, hogy megmutatja a falut ezeknek az embereknek, tehát egyszerűen ide hozza a figyelmet. Megtanulják vele, tehát olyan formán tud nyilvánosságot kapni, hírverést kapni a falu, hogy ez pénzébe nem kerül, és tényleg jó híre keletkezik. Annyit tudnál mondani, hogy ez fizikailag mekkora méret, négyzetméter, magasság, tehát mire képzeljük el? Úgy néz ki, hogy van a úttörő tábor területi rész, olyan röpdék készülnének oda, amelyek gyakorlatilag becsomagolják a meglevő növényzetet, illetőleg részben kiegészítésre kerül, a Nemzeti Park által jól vagyok, mert velük együttműködésben létrezen az egész, olyan növények, amiket ide telepíteni lehet, illetőleg az ösvény két oldalán lennének. Ezeknek egy része a röptéknek látogatható, megnézhető, fotózható, illetőleg szó van arról, hogy a
parkerdő jobboltából, a parkerdő tulajdonában levő hegyoldali részből is kapunk területet, ahova viszont már a látogatók elől elzárt, fokozottan védett bagolyféléket mentő rész kerülne. Az már csak annyi, hogy fából készült szerkezetek, amik esztétikusan illenek a tájba, tehát környezeti terhelést nem okoznak. Ami megvan a úttörő tábornak, az a régi kőépületet, téglaépület, ami most egy, dől szét szegényként, azt rendbe hoznám természetszerűen, hiszen kell egy olyan felépület oda, ahol a madaraknak, a mentésre kerülő madaraknak a azonnali ellátását, etetését, egyébként a fiókáknak etetését biztosítani lehet. De egyéb nagy változást nem okozna, maga a állomás területén, az állomásnak a munkájához kapcsolódó ilyen kis boltban létezne, ami a madárhang CD-t, madaras pólót és hasonló termékeket árulna a turistáknak, egyetlen oknál fogva, hogy ebből a madaraknak, a madármentő állomásnak az eltartását részlegesen finanszírozni lehessen. Köszönöm szépen! Képviselőtársak? Olyan kérdés, hogyha jól értem, meg hát mi sokat beszéltünk erről, tehát hogy közvetlenül ez a falunak pénzt nem hozna, csak közvetetten, hogy mondjuk turista, hogy mondjuk vásárol, hogy mondjuk egy kis adóbevétel ilyenek magára a területet. Gyakorlatilag közvetlenül ez egy non-profit létesítmény. Tehát ez a létesítmény, amit ott helyben bármilyen formában pénzt termel, az gyakorlatilag a fenntartását szolgálja. Ez általánosan minden alapítványnál normális esetben egy elvárható követelmény, hogy amit bármilyen forrásból az alapítvány bevételt szert, ez az csak a céljainak a megvalósítására fordíthatja. Olyan formán tud bevételt hozni a falunak, hogy ez folyamatosan munkahelyeket terem. Tehát egyrésztről magának a madármentő állomásnak a fenntartásához, ellátásához, üzemeltetéséhez jobbára inkább a nehezen állást találó, alacsonyan képzett munkaerőből tud 3-4 folyamatos állást teremteni. Szezonban, tehát amikor a turista szezonnal egybeesik alapvetően a madármentési szezon, mert beszélhetünk ilyenről, az nagyjából áprilistól októberig tart, akkor viszont a helyi fiataloknak tudna adott esetben nyárra olyan nyári munkalehetőséget biztosítani, főleg annak, aki adott esetben nyelvet is beszél, hiszen az áthaladó turistáknak el is kéne tudni magyarázni, hogy ez ott mi, amit lát, meg mit csinálnak, meg miért csinálnak. Ez képlékeny, és az idő folyamán, ahogy itt előzetesen a bizottság ülésen beszéltünk, lépcsőzetesen valósulna meg, tehát először szerényebb formában és utána tudnak bővülni, jó részt inkább uniós forrásokból. Köszönöm szépen! Nekem pusztán csak annyi megjegyzésem van, de ezt már sokszor megbeszéltük, hogy érzésem szerint ez több mint elvi hozzájárulás. És tudod, hogy elvileg én támogatom, de az önkormányzat ügyvédjé nélkül én ezt tehát nem fogom megszavazni, tartózkodni fogok. Sajnálom, jogi támasz nélkül én ebben nem tudok, dönteni. És gyakorlatilag nyilván nem csak, ez nem csak elvi támogatás, tehát itt azért 50 éves időtartam, és telephelyi befogadási nyilatkozat, egyebek, tehát azért. De ezt a az alapítványnak a székhely és itt lesz Dömösön, ott András, de egy nem létező alapítványról beszélünk. Persze. Most első körben az ügyvéd is azt mondta, nyilván még nem volt ideje megírni az álláspontját, de tehát egy nem létező alapítványjal jogi formulába bonyolódni elég nehézkes. Tehát. Így van, azért kell előzetes, azért kell, ahogy elmondtam, azért kell előzetes megbeszélés. Megbeszélés, a következő fogadó, megvannak a papírok, utána tudunk részletes szerződést kérni. Ami már az ügyvéd kezén át. Oké. Ez még nem jelent, hogy a legközelebb esélye, de nem jött létre az alapítvány. Nem vagyunk kötelezve semmit. Én csak elmondtam a véleményemet. A célval egyetértek. Tehát ez nem kérdés. Más? Hanincs, Robi? Én is úgy látom, hogy a legnagyobb.
látom, hogy András milyen munkát végez, és tényleg milyen lelkesedéssel, és jól, jól teszi, tehát hogy a madarakról órákat tud beszélni, de ez tényleg így van, tehát és közben meg segít is nekik, tehát hogy én is azt látom, hogy nagyon jó kezekben lenne egy ilyennek, hogy Dömösök nagyon-nagyon jó lenne. Jelenleg én is úgy érzem, hogy picit kevés az információ, és úgy érzem, hogy tényleg én is egy ügyvédi, mert ez a elvi hozzájás jelenek, én sem értek hozzá, nem jogi végzettségű vagyok, én is szívem szerint megválnám az ügyvédnek a papírját, hogy igen, ez maximálisan teljesen jó, és mehet. Ezt mondom. Köszönöm. Annyit ügyvéd nélkül is jogilag nyugodtan leszögezhetünk, hogy az elvi hozzájárulás az önkormányzat nevében, egy elvi hozzájárulást jelent jogilag az önkormányzat nevében. Hát persze, na tehát egyfajta elkötelezettséget azért jelent. Természetesen, tehát ebben a polgármester úrnak természetesen igaza van, meg a te tervezésen. Értem én, tehát gyakorlatilag a valamiféle ősvény azért jelölődik. Persze. Hát szükséges hozzá, ez is világos egyébként, hiszen alapítványi célhoz kötöttel megvalósuló valamiről fogunk majd beszélni, értem ezt is. De konkrétan válaszoljuk, hát persze, hogy jelent egyfajta. Tehát akkor azt annak a területnek a vonatkozásában kinyilvánítja, hogy nem másban gondolkodik majd a következő tervezésre, hanem ebben gondolkodik. Így van, hát azért ez... És most ilyen tényleg mennyiségre András, nem szálkát keresek, de itt van egy 0-64-es helyrajzi szám, 7,5 hektár. De az a Gábor határozatai javaslatában nincs meg, hogy ez miről van szó. Mindenki tudja, hogy ez a úttörőtábor, de nem határoljuk körbe, tehát a 7,5 hektáron ezzel lett a szöveg alapján bárhol lehetne, azt ki kéne szúrni, mérni, vagy elmagyarázni, körbejárni, tehát az jogilag értelmezhető legyen, mert most egyszerűen meg lehet oldani. Nagyjából a patakon átvezető alkohol a területről van nagy felbontású jogi felvétel a földhivatal birtokában. De nincs itt. Tehát most mondom, hogy ez a szerződésnek a része, nem a szándéknyilatkozatnak a része, tehát a szerződésben értelemszerűen ezt definiálni kell, és ahhoz a te természetesen, hiszen ez egy osztatlan nagy telek, egy szerződésnek meg kell határozni, hogy mettől meddig tart az a terület, amit erre szállod. De gondolom erre is van már valamilyen kialakult gyakorlat, hiszen most is van ezen a helyrajzi számon belül szerződés. Pontosan azért kell majd körülnöltetni. Akkor nekem ennyi volt az észrevételem, szavazásra bocsátom. Robi, még egy közben eszembe jutott, hogy itt a képviselőtársaimnak is mondtam, hogy az, amit én hiányolok egyáltalán nem az adásnak a beadványából, hanem hogy tényleg itt 50 évről van szó, én azt sajnálom kicsit, és úgy érzem, hogy a Településfejlesztési Bizottságnak ez egy nagyon komoly feladata lesz, hogy találjuk ki, hogy 50 év alatt mit szeretnénk a szőkeforrás völgyében, mert ez egy óriási nagy terület, rengeteg lehetőség, rengeteg dolog, és hogy így ezt hiányolom én, hogy úgy döntünk különböző dolgokról, hogy ugye hétfőn is volt a Dunai Paj, Pirisi Parkerdő önkormányzat, hármasa, és ott is az volt, hogy igen, eddig lehet ezt csinálni, miközben nincs egy hosszú távú 50 éves koncepció, hogy Dömös mit szeretne abban a völgyben. Én ezt hiányolom. Köszönöm szépen! Szavazzunk. Aki egyetért a Gábor által javasolt határozati javaslattal, az kézfelemeléssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5. Aki nem, aki tartózkodik, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Örömmel köszöntöm Szilviánkat, akit elraboltak Esztergomba. Ugye megértük a kis magyar agyelszívást, amit nemzetközi szinten már ismerünk, de hát begyűrűzött az országunkba. Úgyhogy a félöves beszámolóval kapcsolatos napirend megtárgyalása következik, és tekintettel arra, hogy úgy tudtuk, hogy ez nem lesz megtárgyalva, hiszen nem gondoltuk, hogy itt vagy, vagy itt leszel, kérlek, ismertesd a napirendet a képviselőtársaknak, jó? Az államháztatott törvény a polgármester részéről adatokat, illetve tájékoztatni kell a képviselőket a költségvetés alakulásáról. Az önkormányzat az első fél évű beszámoló 2013. augusztus 9-én határidőben
látta az államkincstár felé, a KGLK 11 rendszeren keresztül, amelyben az első fél évi bevétel 44.518 ezer forint volt, a kiadás 39.320 forint. Ezek természetesen milliók. Igen, ez a 2002-2002-es kormányrendelet 15-ös paragrafusa úgy jelölik, kell tartalmazni az első kérdéves beszámolónak. Ez alapján a pénzforgalmi jelentés pénzforgalmi egyeztetését, bevételek tevékenységekkel és kiadások tevékenységekkel, ezek a különböző szakfeladatokat jelentik. Az önkormányzat két költségvetési szerv útján látta el az első fél éves feladatait. Ezek közül a polgármesteri hivatal önállóan gazdálkodó és teljes jogkörrel rendelkezik a előirányzatai felett, míg a szivárvány oda önállóan működő költségvetési szerv. 2012-től kell intézmények, illetve az önkormányzatnak külön beszámolót készíteni. Ez alapján három külön beszámolót, elsőfélős beszámolót küldtünk fel a Magyar Államkincstár részére. Intézményi működési bevétel az összevont, tehát az önkormányzat, illetve az hivatal és óvodánál 19.026.000 forint volt. Az állami támogatás összességében 23.726.000 forintban teljesül. A működési célú támogatás értékű bevételek között szerepel a munkaügyi központtól igényelt közfoglalkoztatásra visszaigényelt támogatás, ez 814.000 forint. Az önkormányzat 90%-os támogatottsággal tudott közfoglalkoztatókat foglalkoztatni. Közhasználó bevétel, helyi adóbevétel, az ahhoz kapcsolódó pótlékú bírságok, az átengedő központi adókifolyája, a végtelmi adónak a 40%-a már 2013-ban nem, illetve a talajterhelési díjak. A közhatalmi bevételek eredeti előirányzata 12.330.000 forint volt, a teljesülése 5.560.000 forint. A gépjármű adónak az eredeti előirányzata 2.300.000, a teljesülés 850.000 forint. A helyi adóknál 9.800.000 volt az előirányzat, és 4.644.000 forint a teljesülő. Felhalmozási és tőke jellegű bevételként a Magyar Telekom NRT részére vérbeadott telefontoron mérleti díjjel szerepel 3.439.000 forintra, melyet az önkormányzat elkülönítve kezel fejlesztési célú elköltött számláján. Kiadások, az első fél éves összes kiadása 39.320.000 forint volt, ami az eredeti előirányzat 33,7%-a. Itt költségvetés módosítására is szükség volt, mivel az eredeti előirányzatban a polgármesteri hivatal 30-31-ig szerepelt mindbevételi kiadási oldalon. Ugye június 30-ával szűnt meg, tehát a három havi kiadási költségét az be kellett tervezni. Dolgi kiadás az 11.573.000 forint, ami 37%-os teljesítés mutatnak összességében. Az önkormányzat pénzkészlete június 30-án 6.616.000 forint volt. A polgármesteri hivatalnak nulla, a szivárványhivatalnak 149.000 forint. Képviselőtársaim? Bobi? Adóbevallásnál, amit nem bocsánat, adófizetés, ugye két dolog, az egyik a járvány adó, a másik meg az ingatlan adó, és ott mind a kettőnél jó alacsonyabb számot hallottunk
befolytva, mint ami elő volt irányozva. Az előirányzás az egész évre vonatkozik, vagy csak a fél? Az előirányzat az teljes évre vonatkozik, ugye az első fél évre beszámolóban a március 16. esedékes belétel a szerepelre. Igen, tehát azért van a valkáns különbség, tehát meg jön hozzá. Igen, igen. A szerepelőre 16. az majd a 3-4 éves beszámoló mutatja a tényleges teljesülést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy is rossz azért az eredmény, mert az első fél évben a felének már nem be kellene, hogy jöjjön végül is, mert a következő, tehát szeptember 16-ig a második fél év. Úgy elég rossz, tehát ezzel kell foglalkozni. Egyébként a talajtervelési díjnál mutatkozik többlet, 500 ezer forintból tervezés, 530 ezer forintból törvényváltozások. Miközben a kiadások, úgy éreztem, hogy az a egész évi mondom, a felének kellene az első félnek, hogy 40% alatt haladott, tehát hogy ilyen, hogy azért ott meg egy 15%-ot. És úgy, hogy 33%-on ugye, hogy az eredeti előirányzathoz viszonyítottak, ahol a polgármester hivatal csak 3 hónappal szerepel, holott a 6 hónapi megjelésülésben. Köszönöm szépen! Ha más észrevétel nincs, akkor elfogadásra javaslom. Ülke? Én majd szeretnék kérni ebből a beszámolót. Igen, ebből. Én is. Hát mindenkinek kiküldjük. Elektronikusan kiküldjük. Mindenkinek egy dolgot szeretnék kérdezni a Szilvitől. Szeretném megkérdezni, tudjuk, hogy a parkoltatás az kivonódó. A Kikhoz a Kft. Az első fél évben hozzájárult-e az önkormányzat bevételeihez? 100 000 forinttal. Köszönöm. Ebben a fél évben? Szilvi. Első fél évben. Ebben a fél évben? Novemberi. Hát az tavaly volt. Az előtt. Csak idén fizette. Ja, hogy idén fizette, a tavaly novemberi. Világos. Így értem azért. Ja, így értem. Tehát a tavaly novemberit fizette. De összességében 1.300.000-al tartozik. 366.000-re pontosabban. Jó. És az jó. Akkor elfogadásra javaslom. Aki? Igen. Június 18-ig, igen. Aki elfogadja a pénzügyi beszámolót, készfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, hét igen. Szilvi, köszönjük a gyors megérkezést és tájékoztatást. Egyebek. Parancsoljatok. Egyebek. Nem vagyok megelégedve a képviselőtesti üléseken elhangzottakkal, tehát nincs tájékoztatva a község, én úgy gondolom. A legutóbbi újságban sem jelent meg igazából olyan tájékoztatás a testületi ülésekről és a faluban történtekről. Tehát nagyon olyan sok dolog történik velünk, amiről a faluban nem tudnak. Nem tudnak sokan, hogy mi történt a parkoltatással, nem tudják teljes mértékben sokan, hogy mi van esetleg az óvodával, milyen problémákkal, milyen gondokkal küzdünk, tehát gondoljuk át, és ha ugye átváltottunk negyedévre most az újsággal, akkor valóban át kell gondolni, ha nem is halsan a néven, de valamilyen formában az itt elhangzottakról tájékoztatni kell a faluban élő embereket. Képújság erre adhat lehetőséget, de nem mindenkinek van, nem mindenkinek nézi a Facebook oldalakat, nem mindenki nézi. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy papír alapú tájékoztatásra szükség lenne. Gondoljuk át, beszéljük meg, és akkor tegyünk érte valamit. Jó? Viszont még egy észrevételem lenne. Hallomásból tudom csak, hogy valami malőr történt itt az óvodában az egyik nap a tevédnél. Nem tudom, ki tud róla, ki nem tud róla. Én szeretném akkor, ha már szó jött arról, hogy ha valaki nem jól érzi a dolgát, akkor tájékoztassuk róla, akkor kapjon a illető egy levelet tőlünk, jó? Hogy ezt észrevételezték, ez történt. Nem akarom elhinni, hogyha egy edénybe főzök és átszedem egy másik edénybe, hogy nem veszem észre, hogy annak a ételnek valami problémája. És azért itt gyerekekről van szó. Köszönöm.
Köszönöm szépen, teljesen egyetértek. Robi? Béla első hozzászólásával is maximálisan egyetértek, amikor ugye arról döntöttünk, hogy a önkormányzati újság megszűnik, és hogy csak a egyesület által kiadott lap lesz a fő újság Gömösön. Én is picit ezt éreztem, hogy ez egyik oldalról jó, mert hogy a költség nem itt csapódik le, a másik oldalról meg nem, mert hogy nem a testület, nem az önkormányzat dönt arról, hogy milyen időközönként hogy jelenik meg. Tehát én is akkor jeleztem, hogy kellene valamilyen olyan tájékoztatás, vagy valami, de én is ezt látom, hogy erről mondok el. Időszaki kiadvány, vagy egyéb más dolog, ott ugye azt az információt kaptam, hogy ennek költsége nincsen egy újlapnak a beindítása, már mint a beregisztrálás, ilyen szám, olyan szám, olyan szám, tehát ezt én is nagyon jó dolognak tartom. A másik dolog, ami bennem érlelődik hanem szeretnék a tettek mezére lépni egy fogadó nap. Korábban volt egy fogadó időpont, hogy amikor a testülethez lehet jönni, bár ugye beszélünk, hogy a falu pici, tehát bármikor azért minket meg lehet találni telefonon, e-mailen, személyesen itt ottam ott, de azt beszéltük, hogy én úgymond egy tesztüzemben én szeretnék itt lenni minden hétfőn este 5 és 6 között, és hogyha bárkinek bármilyen kérdése van hozzám, vagy egyáltalán a testülethez, akkor nagyon szeretettel várom. Talán ez is segíti a Béla által felvetett információ hiányt, ami a faluban van, hogy tényleg jöjjenek és kérdezzenek, mondják a problémákat, hogyha ez itt legyen. A következő dolog, most sajnos fejből nem tudom, de hogy véradás lesz október... Jövő szerdán. Jövő szerdán. Kettőkor? 2-től 5-ig. Igen, ezt gondoltam még elmondani. A másik dolog, ez csak egy kérdésem, hogy lomtalanítás, gondolom hamarosan, mert ugye évente 2-ször is már nagyon-nagyon ősz van. Új szerződés szerint csak egyszer. Jó, akkor ezt is azért gondolom jól tudni, hogy akkor ne várjunk, hanem majd csak jövőre várjunk. A sokadik pontom, az pedig egy kérdés, vagy észrevétel, hogy a óvodavezető kinevezés váltás, vagy óvodavezető váltás volt ugye Gömösön, és a kormányhivatal ezt a váltást nem teljesen szabályszerűnek gondolta, és hogy én ezt jeleztem a polgármesteri hivatal felé, hogy erről mi nem kaptunk információt eddig, majd október 18-ai határidő, amikor nekünk válaszolnunk kell, hogy tényleg jogos-e az, amit a kormányhivatal mond, hogy tényleg nem jogszerűen neveztük ki a Csillagó nénit, vagy pedig igen. Úgy tudom, hogy a procedúra az van, hogy ugye van egy jogi osztály, nem Dömösön, hanem Esztergomban a hivatalnak jogi osztálya az, aki ezt megnézi, hogy tényleg milyen törvények alapján a kormányhivatal mire hivatkozik, csak gondoltam, hogyha ott tudnál néhány szót erről mondani, hogy tényleg így még ha már információkról beszélünk, hogy akkor ezt tudják a lakosok. Nem neveztük ki. Csak megbízással van, nem kérdezik. Tehát azt a határozatot a kormányhivatal megkérdőjelezte, hogy mennyire szabályos. Egyelőre annyit tudok erről elmondani, hogy múlt héten érkezett be ez a jelzés. Valóban október 18-a a határideje. A közös hivatal megvizsgálja ezt a kérdést, hogyha szükség, én nem tudok most erről nyilatkozni igazándiból, hogy hol tart és milyen döntés fog születni. Természetesen határidővel válaszolni fog a hivatal, a kormányhivatal felvetésére, ha korrekció szükséges, mert ha nem, akkor pedig abban a szellemben jár el. De én ennek az eredményét itt most megmondani nem tudom. Persze, nem pillanatban. Ez még folyamatban van. Meg az az igény merült föl bennem, hogyha bármilyen ilyen kormányhivatali észrevétel jön, hogy akkor én szeretnék mi hamarabb meggondolom a testvéri társadalmi szeretnénk mi hamarabb tudni, hogy lássuk, tudjuk, hogy milyen észrevételek jönnek. Másik az, amit jeleztem, hogy ugye az előző testületi képviselőtestületnek jött az a határozatára egy észrevétel, hogy a mobiltelefon az ugye nem az az adható dolog, hanem az szabálytalan, és ugye mi is most mobiltelefonokat használunk, és hogy arra is én azt gondolom, hogy hamarabb kellene lépnünk, mint hogy majd jön a kormányhivatalnak a észrevétel, vagy valamilyen, ugye az előző 2,5-3 évben nagyon sok ilyen jelzést kaptunk, és akkor szerintem az célszerű lenne ezt megelőzni, hogy akkor mi hamarabb lássuk és javítsuk, hogy igen, ez gond volt, de javítottuk, mert hát kaptunk már egy ilyen jelzést. Köszönöm szépen!
Pillanat, először képviselőtársaim, ér az egyebekben a lehetőség. Jó, ha már a korai képviselőtársam itt a parkolással kapcsolatos információ hiányt említette, és miért nem nevezzük nevén, Kovács László úr ma feljelentette az önkormányzat munkatársait, miközben a közlekedési jeleket festették az önkormányzat parkolójában, és kihívta a rendőröket, hogy többet erről nem is kívánok mondani, tehát az ügy az itt tart, úgyhogy köszönjük szépen ezt a szerződést az elődöknek. András. Roppant rövid leszek. Még a újságos állapot, akkor még a bármit a testület ír, kommunikálják a meglevő netesek, azok ingyen és bőrmentben használhatok. Ha megírjátok, hát valamilyen formában eljutatjátok, én kirakom, tehát hogy ne legyen az alapon, tehát segíteni. Ez tiszta volt, de addig még nincs más, addig is mondjuk átmeneti megoldás. Szerintem ugyanarra gondolunk, mind a kettőt meg kell valósítani. Reményeim szerint jövő hétre megoldódik az önkormányzat internetes oldala, és akkor ez a kérdés megoldódik, de attól a papír alapon ki kell adni a tájékoztatót, tehát az hiszem nem lehet kérdés. Ha más nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenteknek, és akkor az átüléssel folytatjuk. Parancsolj, Kálmán! Kettő kérdést szeretnék kérdezni, és tényleg csak. Szeretném, hogyha a falu tájékoztatnád, hogy a falulásban, hogy áll, mintán, milyen állapotban a dolog. Igen? Hát én is így tudom mondani, de csak érdekes. A másik? A másik az, hogy ami 2010-ben, utolsó ciklusban megszavaztattad a futballpályát, 9-es évjéről tanított, előzőleg mondtad, hogy kifizetted. Miért nem lehet rajta elvigyei hatáltság? Hát fedjük a másra. Se kaput nem állítottál föl. 9,5 millió forint mondottad, ki van fizetni? Két kérdésre, egyenes választ kérem. Jó, tetjük visszafelé. Természetesen a labdát el lehet rúgni ezen a pályán, próbáld meg és menni fog. Ja. Az első kérdésre pedig a válasz az, hogy a... Sőt, ez nem elég. Kérem fizetve? Kálmán. Hol a focipálya? Sajnos az előző képviselőtestben 3 évet elvesztett, Kálmán, minden ülésen ugyanezt eljátszuk. Én nekem kérem, húzhatjuk az itt lévő idejét. Na de, igaz vagy nem igaz? Természetesen igaz. Kérem, is igaz. A pályázat focipálya felújításról szól, az, hogy a kaput nem helyezte vissza az önkormányzat, az nem a pályázat lényege. Persze, hogy ki lehet fizetve. És te nem is pályáztál rá, ugye? És nem is pályáztál rá? Hát itt általában visszatölt, hogy a helyi vállalkozókat nem értesíted egy kicsit se elég, se információban, se valóság. Egyetlen pályázatot adtál be az elmúlt 6 évben, az kerek 2 millió forinttal volt drágább a dolgos. Hármat. Ne se nézted, ki se borítottátok a... Ha hagyod, elmondom, már rég elmondtam volna, és akkor már megnyugodtál volna. Nem, nem olyan egyszerű dolog ez. A faluház beruházása befejeződött. Igen. Takarítás, illetve a pályázat által nem támogatott lámpatestek beszerzése és felszerelése van hátra. Reményeim szerint október közepén átadjuk a falu lakóinak. Pályáztatások nélkül egyenesen odaadod annak a Rodzsa Kft-nek minden munkát. Hogy van az? Nem adtuk oda a munkát. Én vállalkozom is érvesített, hogy milyen munkát adnak. Egyáltalán. Nem adtuk oda a Rodzsa Kft-nek. Te ennyire király lettél, érted? Ennyire kis király. Jó. Azért nem egyéb annyira. Pályáztatások nélkül egyenesen pályáztatások. Nem kellett pályáztatni. Az is a állatsimogató is igaz, pályáztató, hogy mindig odaadtad 3,300 Hölgyeim és uraim, nyilvánvaló nem vitatkozunk. Kérdezd meg a Versek Laci, második pályázatnál nyerte el az állatsimogatót. Ki volt még az? Versek Laci,
Cseh Lacinak az nem hajt hasznot. Ami oda lehet, hogy a 100 forintért, valamit kapott a életet, annak hasznot hajtana, de az önkormányzatnak egy fillért nem fizet. Szilárdi mondta, hogy Keskesály fog majd adózkodni a falunak. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést. Ennyire több hazugság. Az ülésnek a nyílt részét bezárom. Elvegyőjön a